Úgyhogy én leültem a cég tulajdonosával tárgyalni. Megértettem a vízióját, megértettem a küldetését, és megértettem az egésznek a fontosságát, hogy mekkora nagy szükség van ránk. És mind a két oldalról, tehát megnéztem szakmai oldalról, tehát tudományos oldalról, meg megnéztem a vezetési oldalról. Úgyhogy nekem van három pontom, ami az üzletkiválasztást illeti. Az egyik az, hogy milyen hasznos értéket ad az embereknek, második, hogy tudom-e automatizálni, és a harmadik, hogy görcsbe ugrik-e tőle a gyomrom, mert ha görcsbe ugrik, akkor nem hagyom abba az üzletet. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ezt kipipáltuk, és aztán mondtam, akkor jó, nézzük meg öt oldalról a másikat. A direkt értékesítésén öt dolgot vizsgálok, az egyik a cég, vezetés, hitel, pénz, védettség, védelem. Tehát egy elég komoly pontok vannak ebben, az egyetlen egy pontban. Aztán a második mindig megvizsgálom a terméket, hogy mekkora szükség van rá, milyen az árérték aránya, bizonyítható-e, megvannak-e az engedélyei. Tehát elég sok pont van ennél a második pontnál is, tehát elég sok kritérium. Aztán a harmadik oldalról megnézem az időzítést, tehát hogy a nemzetközi szinten, hogy hol helyezkedik el, hogyha már 40 éve itt van, akkor nem biztos, hogy érdemes úgy belenyúlni, bár egy 20 éve működő pénzintézetnél is egy év alatt a Magyarország legjobb lettem, tehát ez ilyen szempontból nem kérdés, csak nem mindegy, hogy egységi befektetésért kettőt kapsz, vagy 12-t. Ilyen szempontból persze. Ki kell, hogy jöjjön az óradíja mindenkinek, én úgy gondolom. Aztán a negyedik az mindig a kifizetési rendszer, hogy az hogyan működik, hogy itt is szintén, hogy megéri el befoglalkozni, vagy sem, tehát hogy milyen olyan egységek vannak benne, amit az automatizálást tudsz belefordítani. Aztán az ötödik pont pedig az, hogy kikkel dolgozol együtt. Etikus emberekkel vállalják azt, amit tesznek, mit képviselnek. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy itt gyakorlatilag több mint 10 éve tehát semmilyen etikátlanság nem fér vele az én üzleti gondolkodásomba, és én úgy gondolom, hogy ez a siker egyik legfontosabb dolga, hogy semmi csalás, semmi svindli, semmi nem fér bele, emberek becsapása nem fér bele, illegális termék, etikátlan hirdetés, emberek becsapása, ez nem férhet bele. Hogyha valaki bármelyik részét megszegi, onnantól kezdve el fog indulni az üzlete lefelé. Mert a hazugság... Jó, hogy ezt kiemelted. Nagyon jó, köszönöm. Rá is akartam kérdezni, hogy szerinted mi a siker titka, vagy hogy neked mi a siker titka, de ha jól érzem, akkor az ez. Igen, igen, az első és legfontosabb pont mindig a tisztaság. Az etika betartása mellett. A harmadik pedig a hit, a vízióval együtt, a miérted, hogy miért csinálod, és ez milyen eszközrendszert tudsz rásorakoztatni, amivel a lehető legtöbb embernek tudsz segíteni, és ez a kulcs. És ez megvan, onnantól kezdve ez működik. Annó volt egy nagyon kedves mentorom, aki megkért, hogy úgynevezett alfa vezér interjút csináljunk vezetőkkel, és azok a vállalkozók, akik legálisan rakták össze a vállalkozásukat, az mindig igen mondott a beszélgetésre. Az, aki csalt, az a mai napig gyakorlatilag már több nincs is a piacon olyan szinten, azok pedig elutasították a felkérést. Nagyon, nagyon érdekes, úgyhogy ha azt akarod megtudni, hogy valaki legálisan dolgozik-e, vagy etikus-e, akkor egyszer csak kérdezz rá a sikereire, és akkor meg fogod tudni. Úgyhogy megcsináltam a Magyarország első passzív jövedelem krízét, ami a veresatilla.hu oldalon mindenkinek elérhető, hogyha beütik, hogy veresatilla.hu, azonnal ez a passzív jövedelem kvíz fog feljönni, úgyhogy mindig azt mondom, hogy ne engem kérdezz, menj fel az oldalra, csináld meg. Hát ez annyira jó sikerült, hogy felfigyelt rá a televízió, és az Uber királyba kértek meg, hogy ezt csináljam már meg a Berki Krisztiánnal, úgyhogy izgalmas 45 perc volt, nagyon tanulságos, úgyhogy megcsináltuk ott is, de hát itt alapvetően tudjátok, a kiáramlás egyenlő beáramlás, ez egy nagyon fontos része volt, a nagyon komoly passzív rész és lehetőség is egyben ahhoz, hogy ezt a kvízt megismerhesse az ország még jobban. Tehát minden okkal történik, és teljesen mindegy, ki az ember, én nagyon szívesen segítek alapvetően, amikor lehetőségem is az idő engedi, és ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a tévében is megismerjenek.
Hát aztán mellett a több felkérés, azért ilyen sikerek mellett nem tudja elmenni a világ, csak úgy. Úgyhogy Oszlóban is egy vezetői konferencián felkértek, hogy mutassam be, hogy hogyan lettem a világ leggyorsabb toborzója. Én ott ígértem 2000 embernek, hogy idén én leszek a legjobb, úgyhogy tudod, amikor megígérsz valamit, akkor két lehetőséged van. Vagy azt mondják a végén, hogy na, a kis tacskó, mekkora szája volt a színpadon, és semmi nem lett belőle. Vagy pedig azt mondják, hogy ez megígérte, ez egy komoly ember, ezt tényleg megcsinálta. Úgyhogy nem volt más választás. Én ezt mindig motivációnak használom, amikor én teszek egy ígéretet, hogy azt meg is csináljam, hogy ne az legyen, hogy legyincsenek, hanem használják, hogy ez igen, ez tényleg. Úgyhogy ez így is lehet, úgyhogy valóra is váltottam az ígéretemet, úgyhogy a világ legjobb életben. Úgyhogy jelen pillanatban ezt képviselem. Most már több mint 5000 embernek segítünk folyamatosan, hónapról hónapra. És az a cél, hogy 1,3 millió emberhez jussunk el, több mint 20 országon keresztül, és erre teljesen kész van a technológia, ugyanis amit tanultam, azt hazahoztam, beintegráltam, és gyakorlatilag a fák egyre napról napra egyre nagyobbak, egyre erősebbek, egyre stabilabbak, csak kellenek segítségek, akik ezt le tudjuk szüretelni. Úgyhogy akinek ez izgalmas lehet, és szeretne jobban megérteni, hogy hogyan működik ez az egész, mi történik, ezt én nagyon szívesen bemutatom ezen a webináron. veresattila.org, március 3-án este lesz, úgyhogy mindenkinek elérhető teljesen ingyenesen. Köszönjük szépen, nagyon szuper. Ezt a quizt, ezt mindenképpen be fogom linkelni majd így a leírásban, így a videó alá. Engem is így érdekel, meg az én érdeklődésem is felkeltette, úgyhogy mindenképp meg fogom nézni. Szerintem azért csomó nézőnek valószínűleg megjelent a fejébe, hogy úristen, hogy ez a csávó, ez bármivel fogott, ez nagyon sikeres volt, és hogy én nem tudnám ezt így csinálni, mert csomó olyan dolgot csináltam, amiben végül, nem tudom, belesültem, vagy hibát követtem el, vagy akármi, és nem én voltam benne a legjobb, és hogy ő biztos olyan, hogy ő mindenben nyer, és eleve így született, így szerencsés, és stb. Tudod, ilyenkor sokan ezt szokták gondolni, úgyhogy egy kicsit azzal segíts még, kérlek, hogy voltál-e mélyen, követtél-e a hibákat, és hogyha igen, akkor onnan hogy építetted fel magadat? Igen, hát többféle sztori van. Én nem tudok olyan sikeres vállalkozót, aki ne lett volna mélyen. Tehát én nem láttam olyat, aki olyan vállalkozó, aki egyenes ágon, vagy egyenes úton így nulláról több milliárdra fel tudott volna menni. És így ha így belegondolok körülöttem, a vállalkozókba mindenkinek volt nagyon komoly hullámvölgye. Tehát ez alap. Tehát, hogyha nincs, akkor jó gondold meg, hogy jól néz körül, hogy mi van. Mi az, ami extra dolog a te életedben, aminek ezt köszönheted, mert akkor valamiben nagyon-nagyon jó vagy. Természetesen a nagy számok törvénye alapjából biztos, hogy van ilyen, de én nem nagyon találkoztam ilyennel. Minden egyes vállalkozás nagyon következetes munkát igényel. Tehát ezért mondtam, hogy van egy olyan kérdőjében, amin ezt vége belejtem, és hogyha kiesik a végén, akkor jó, ha nem esik ki, akkor nem foglalkozok vele. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell ismered önmagadat, biztos, hogy sikeres embernek születtél, csak még nem fejezted be azt a munkát, amit elkezdtél, jó? Vagy nem jól csináltad azt, amit csináltál, és viszont ami fontos, hogy ezt ki lehet korrigálni, és újra neki lehet fogni. Tehát, hogyha leesel a lóról, és nem szállsz vissza azonnal, akkor egy dolog örökre el fog téged kísérni, a veszteség. Mert hogy két lehetőséged van. Tehát vagy visszaülsz, és azt mondod, hogy na jó, akkor is megmutattam, és megcsináltam, vagy pedig az van, hogy örökre végigkísér az a dolog, hogy én lehet, hogy lúzer vagyok, mert nem próbáltam meg újra, és feladtam. És nem mindegy, hogy az van, hogy figyelj, de felálltál, megpróbáltad, minden hibát kiküszöböltél, ember maradtál, etikus maradtál, de mégsem sikerült, mert lehet, hogy jött egy olyan kormánydöntés, ami ezt nem tette lehetővé, megváltozott a piac, hogy bármi ilyen van. Viszont ezt úgy tudod legkönnyebben kikorrigálni, hogy fontos, hogy ha bármilyen üzletbe kezdesz, a következő 2-3 lépést látnod kell, hogy hova akarsz tartani. Ha csak egyet látsz, akkor az a helyzet, hogy nagyon nagy bajba vagy, mert valószínűleg a konkurenciád látja a következő két, második, meg harmadik lépést is. Tehát ha most egy olyan üzletben vagy, ami,
amiben ezt nem látod, akkor érdemes elgondolkodnod azon, hogy jó helyen vagy-e. Hmm. Nagyon fontos. A másik pedig az, hogy ha tételezzük fel azt, hogy karácsony van, majd lesznek, hogyha fiatalok, ugye azt mondtad, hogy fiatalok a hallgatók, akkor lehet, hogy még nincsen családjuk, de mondjuk tegyük fel azt, hogy születik egy gyermeketek, mondom, szenteste van, konvektorral fűtötök, és a gázcső mondjuk megreped, és gázszivárgás van, és kell kapcsolni a lakásba a radiátort, kint mínusz 30 fok van, mondom, szenteste, mit fogsz csinálni? Nincs rokonod, akihez elmennie, szomszédok is elmentek, tehát nem tudsz hova átmenni, akkor mit csinálsz? És a gyereked meg ott fagyoskodik, már fel van öltöztetve, be van takarva, de még mindig vacog, mit fogsz csinálni? Ugye, addig telefonálsz, amíg nem találsz egy olyan gázszerelőt, aki nem teszi a helyére a gázcsőt, vagy nem szereli meg, és nem szám meg benneteket, és áll fel a ünnepi asztaltól, hogy megszerelje neked a csövedet, hogyha az hozzáférhető. Tehát, hogy ugyanígy kell gondolkodni a vállalkozásban is. Sikert értél el? Nem? Oké. Akkor mit kell tenned ahhoz, hogy sikeres legyél? Egy vállalkozás akkor van kész, amikor elérted azt a pontot, amit kitűztél magadnak. De a jó hír az, hogyha szereted, amit csinálsz, addigra már lesz következő kettő, ami végig ezen is túlsz. De egyébként ezt kell mindenkinek megérteni. Kész van? Tehát elértem a célomat? Nem. Akkor nincs kész. Szivárog még a gáz? Szivárog. Akkor ez még nincs megcsinálva. Akkor fagyoskodsz. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű. Tehát nincsen titok. Ha dolgozol, akkor neked eredménye van. Ha nem dolgozol, csodák nincsenek. Ez, amit most leírtál, ezt én úgy nevezem, hogy a lead yourself mentalitás, tehát az a harcos mentalitás, hogy megcsinálom, és nincs olyan, hogy nem tudom, tehát valami megoldás, az így is úgy is van. A kérdés, hogy ugye eljutok-e addig, tehát megtalálom-e? Elég erősen a motiváció.